hogy van neki. Na, mi van neki? Szeszi haja van a fején. Tudom, hogy van neki. Na, ki van neki? Senki sincs neki, csak én. A szemeké, kökény. Nem fér a fejébe, hogy legalább az élete utolsó hónapjait nem akarja nyugalomban tölteni. A színés otthonban mindene meg lenne, itt meg. Nem veszi észre, hogy az egész ház már kinézi őt? Megjegyzem, sose vette észre, ha megbukott. Én innen egy tapottat sem megyek. Szóval inkább fizeted a lakbérportlékot. Megkérvényeztem, hogy engedjék el. De miért engednék el? Mert 19-ben ingyen énekeltem a vörös katonáknak, mielőtt a csatába mentek. Képen is van róla. De 42-ben is énekeltél a katonáknak, mielőtt a csatába mentek. Hol volt akkor már a hangom? A hangod? Ne kezdjétek, aranyoskáim. 40 éve ezt csináljátok, hogy bele nem untok. Szabad. Itt a finom vacsora. Jaj. Ne totózzon, művésznő. Paprikás krumpli. Ennyi pénzért nem tudunk mást, kérem. Gondolkozunk is az urammal, hogy vállaljuk-e továbbra is. Hiába hajtogatjuk neki, hogy jöjjön be az otthonba. Csak nem és nem. Mindig ilyen makacs volt. Mi ez a zenevona oldal? Buli van a reákéknál. Hédike születésnapja. Nem lehetne ez csöndesebben? Ez egy beteg asszony. Ennek nyugalom kell. Hát ez mi? Az öreg lány dörömből a szomszédban. De jól csinálja. Nyugtalankodik az öreg lány, meg kéne nézni. Jó, akkor te kínálj tovább, vagy én átnézek hozzá. Jó. Művésznő, művésznő drága, csak nincs rosszul. Szép megy a dobhártyám, édesem. Nem lehetne egy kicsit halkabban? Tudja, hogy milyen beteg vagyok. Ne kényeskedjék, drága. Hát persze a pianino finomabban szólna, mint a zenegép, és Hédikének is nagy kedve volna hozzá. Ne haragudjék, de úgy hozzám nőtt. Kérem, 10 év óta ki sem nyitotta. Nagyon szívesen megvesszük.
ahogy lehunyom a szemem a Hédikéjé, a sok kedvességükért. Talán már holnap. Na, jól van, drága művésznő, jól van. Azért, hogyha valami baj van, nyugodtan átkopoghat. Maradjon csak, kedves! Valószínűleg vendégeim jönnek. Kezi csókolom. Bocsássa meg, hogy kicsengettem, a zárba tetszett felejteni a kulcsot. A barátnője már itt van. Sajnálom, hogy előbb érkezett, úgy beszéltük meg, hogy... tudja, hogyan jött be? Hogyan? Kulcssal. Csináltottam egy másik kulcsot, hogy ne kelljen önt zavarni. S tudja, hogy már harmadszor van itt ezen a héten? Kettőről volt szó, kedves bokor úr. Kettőről. Két alkalomról, amikor a kedves barátnője meglátogathatja önt. És ezen a héten ez már a harmadik alkalom. Mi van? Semmi. Csak magános férfiaknak írtettek albérletet. Akarod, hogy elváljunk? Nem segítene. Újra elvennél. Egy elvált asszony. Aki a férje hibájából vált el. Miért a férje hibájából? Mert olyan gyámoltalan, hogy még egy lakást se tud szerezni. Csukok valamit, Mackó úr. Nem akarok elmenni. Úristen, már megint 11:30. Éjfélkor jönnek a kísérletek. Hát majdnem. Ha ez megtudja, hogy itt maradtál, ezt a napot is beszámítja, és akkor már 4-szer voltál ezen a héten. Tudod mit, Lacikám? Csúsztatok. És nem jövök a jövő héten. Hogyis nem. Mit akartál súgni? Semmit. Elfelejtett. Jó reggelt, művésznő. Sajnos nagyon kell sietnem, mert várnak rám a kórházban. Drága doktor úr, nézze meg ezt a lázmérőt. 35,8. Hát ez csak nem hőmérséklet. Szegény nyilkánál is így kezdődött. Mennyi ideig volt benne? Egész éjjel. Hát az elég. A pulzusa az rendben van. Van valami panasza? A gyengeség, doktor úr, a gyengeség. Ha kimegyek a konyhába, alig várom, hogy visszatérjek. Erre tessék adni valamit. Meg aztán félek is egyedül. Azt már úgy tessék nézni, mintha a sajátja lenne. Amint lehunyom, a szemem már viheti is a sok kedvességét. Az még soká lesz. De ezen a kis leválasztáson nem gondolkozott még? Nekem nagyon jó lenne rendelőnek. A művésznő is otthonosabban érezhetné magát egy kisebb lakásban. Jó, jó, jó. Miért olyan ideges a művésznő, mintha premierje lenne? Hirdetést tettem be az újságba. Hirdetést? Hogy fiatal házaspárnak gondozásért odaadnám az egyik szobát. Ez most olyan divatos. Azért ne sírjon. Még jó is kisülhet belőle. Jó
Mi tetszik, kérem? Hangai Micit keresem. Hangai művésznő? Igen, azt. Második emelet 9. Köszönöm. Csak nincs tűz nála. Nincs. De maradj itt egy kicsit, kisfiam. Na! Még elgázolná az ember. Nyugi nénikém, jó a fékünk. Kit tetszik keresni? Kérem, lakik itt valami Hangai Mici? Lakik? Igen. Második emelet 9. Talán a rokona tetszik lenni? Nem, de még lehetünk. Ügyvéd úr! Kezi Csókola! Jó napot, Galambos né! A Hangai művésznő. Az előbb egy tűzoltó kereste, most meg ezzel az autóval jöttek hozzá. Biztosan el akar adni valamit, sosincs pénze. De hát a sublótot, azt nekem ígérte, ha meghal. Fiúk, egy pillanatra beugrom ide, feleségem a lelkemre kötötte. De miért? Lakásügy. Tessék mondani, kihez tetszettek jönni? Valami hangya, vagy hanga? Valamilyen művésznőhöz. Meghalt? Kicsoda kére? Hát, akihez az urak kollégája fölment. Ha miért halt volna meg? Most hirdeti a lakását. Hirdeti? A lakását? Szóval úgy tetszik gondolni, hogy nem lennénk megfelelőek a művésznőnek. Pedig a feleségem nagyon jól főz. Kérem, ne tessék haragudni, ez egy beteges asszony. Ennek nem tesz jót, kérem, ha neki a halálra kell gondolni. Nem tesz jót nekem. Kérem, én se szeretek a halálra gondolni. Ne, pardon. Úgy kell neked ilyen őrültséget csinálni, hirdetést betenni az újságba. Gyászhuszár jót jelent, jobb, mint a kémény seprő. Meglátjátok, most jön az igazi. A lakás miatt, ugye? Igen. Nézd, a fiatalember, a maga azt hiszi, hogy ebbe az öregasszonyba hálni jár a lélek, hát nagyon téved. Kérem, én nem hiszek semmit. Mert ez túléli magukat, túlél engem, túlél mindenkit. Hát csak ezt akartam mondani. És megfelelő ellátást tudnak nyújtani a művésznőnek? Természetesen. Miből? Mondtam már, kérem, a fizetésünkből. Te ne szólj bele. Biztos, hogy nincs gyereke? Persze, hogy nincs. És a feleségének sincs? Na de kérem. Ugyan ne bosszankodjon, fiam! Ez egy vicc volt a babarózsában, a fáncsi mindig elsüti. Nem látta a darabot? Én voltam benne a szubrett. 30-ban volt a premier. Még a világon se volt a szerencsétlen. És mit csinálnak, kérem, akkor, hogyha azután lesz gyerekük, hogy ide beköltözködtek? Nem lesz, és punktum. Ha a felesége is ilyen szimpatikus, akkor maguk fognak engem gondozni. Hozzá el minél előbb, szeretném megismerni. Okvetlenül. Ő is szereti ám nagyon a művészetet. Kezi csókolom. Hát akkor rohanok haza, és felhívom a feleségem felébe. Na. Pardon. Bokor László. Galambosné, hagyja csak. Kedves Galambosné, én igazán szólni akartam magának, de olyan hirtelen jött az egész. Az persze a maguké, Galambosné, és beláthatja, hogy egy ilyen magányos öregasszony... Ugye nem főztem jól. Nem takarítottam rendesen. A szekreter is a maguké, a sok kedvességükért. Nagyon finom kis darab. Köszönöm. Meglepetés? Van. Kivetted? Persze, hogy kivettem. Gyermektelen házas párnak. Nem is gondoltam, hogy téged ilyen komolyan foglalkoztat a gyerek.
Én sem. De most, hogy lesz, nagyon örülök neki. Lesz? Képzeld, már 8 hetes. Nekünk gyerekünk lesz? Ezt ki mondta? Te buta. Különben az orvos is mondta. Te édes te. Szabad. Nem lehet, váltás van, kérem. Kollégám, csak ide a Vígszínházig. Bőven odaér autóbusszal is. De... Nem kezdik pontosan, én tudom. Taxi! Krisztián. Jó estét. A lakás miatt jöttem. Elnézést kérek, hogy ilyen késen, de most tettem le a szolgálatot. Nem tudom, aktuális még? Nem kérem, már nem aktuális. Gondoltam, az ilyesminek manapság nagy keletje van, de én kíváncsi voltam a művésznőre is. Én rám? Igen, amikor olvastam az újságban az apró hirdetést, eszembe jutott, hogy mennyit is kocsikáztattam annak idején a művésznőt. Engem? Kicsoda ön? Taxis. De akkor még fiágeres voltam. Megengedő, hogy bemutatkozzam. Gál vagyok. Gál Alfred. Örvendek. Krisztián. Tessék. Csak ugyan nem tetszik rám emlékezni. Én rögves megismertem a művésznőt. Igaz, egyszer láttam a színházban is, úgy kaptam a jegyet. Jaj, de frissen tetszett táncolni akkor. Megy még? Régen próbáltam. Parancsoljon. De csak egy pillanatra, mert vár oda len a Pejkó. A taxit hívom Pejkónak, az egyik lovam emlékére. Nagyon kedves. Tessék. Művésznő, pont ilyennek tetszett lenni. Régen volt. Na, nem is volt az a régen. Mert tessék még nézni engem. Én akkor is hajtottam, ma is hajtom. Az ember sose hagyja el magát. Újha, de szép. Ez igen, szépen tetszik lakni. Mondja, művésznő, nem sajnál így vadidegent idefogadni? Azért mondtam, hogy nem aktuális, mert meggondoltam magam. Ugyanis csak az egyedüllét miatt hirdettem, hogy legyen egy kis társaságom. De meggondoltam magam. Foglaljon helyet. Köszönöm. Nagyon igaza van a művésznőnek. Szórakozni kell járni. Én például motorozok, mikor letettem a szolgálatot. Nagy gépről a kis gépre. Azt meg Rárónak hívom a másik ló emlékére. Azzal járok be Sashalomról. Ott laknak? No, albérlet. Aglegi? Özvegy, már 20 éve, egyedül. Ó, ilyen derék ember. Na hát, akkor tám most én megyek is. Miért siet? Ez a Pejkó türelmesebb, mint a régi. Emlékszem, egyszer megbokrosodott. Benne ültem a kocsiban. Tudom, a Majlád gróffal. Igen, vele. Hát azért bokrosodott meg. Én csináltam. Maga? Csúnya lakás. Itt hagyjuk. Hagyjak. Ne bánts, szegény. Azért jó volt itt. Jó. Te részeges, te iszákos, mégis elvágok tőled. Most próbáld meg te, benned 2 konyakkal kevesebb van. Neked sem egy, te is itt áll. Szegény pici gyermekünk, iszákos szülők gyermeke lesz. Te, ez a sárkány megint benne hagyta a kulcsot. Hogy jobban ellenőrizhessen bennünket. Hát akkor csak ellenőrizze. Igen.
Kijön, vigyázz, kijön. De kedves bokor úr, ez a csengő koncert? Megint bent tetszett felejteni a kulcsot. Én nem felejtettem, én benn hagytam. Sejtettem, hogy a kedves barátnője megint meg fogja önt látogatni. Sejtelmei nem csaltak, asszonyom. Bokor úr, kérem! Ez nem tréfa. Én határozottan kikötöttem, hogy tisztelt barátnője legfeljebb hetenként kétszer... Már nem a barátnőm. Nem a barátnője? Elvettem feleségül. Elvette? Muszáj volt, kezicsókolom. Muszáj! Pardon. De kérem! Nyissál ki! Azonnal nyissál ki! Nyisd ki! Nyisd ki! Bokor úr, kérem! Ez felmondási ok! Milyen jó, hogy hívni tanultam! Ezt aztán jól elintéztük! De, mi lesz, hogyha nem kapjuk meg a lakást? Én letettem a nagy esküt, hogy gyermektelen házaspár vagyunk. Hát nem vagyunk azok. De meddig? Ez nem valami korrekt dolog. Muszáj. Gyereknek fedél kell. És az öreg asszony? Hidd el, hogy nem csapjuk be. Mire megszületik a kicsi, úgy megszeret bennünket, hogy ő lesz a legboldogabb. Nem tudod, mi a kedvenc étele? Azt nem. Csak azt tudom, hogy valami híres színésznő volt, de hogy mit játszott, fogalmam sincs. Színésznő? Intim Pistában itt sok van róla. Csak vigyázz, hogy mit írsz ki. De itt azt írják, hogy a végközvegyben ő volt a leggyengébb. Ki ne írt? Itt meg az áll, hogy ő vitte diadalra. Az jó lesz. Bútoruk. Majd lesz nekik bútoruk is, meg lakásuk is. Csak eltartási szerződést kell kötni egy szegény beteg öregasszonyal, akinek már nem sok van hátra. Kinyissam? Ki? Jó. Ez is mit rikatja azt a szerencsétlent? Elég baj az neki, hogy a saját halálára kötött szerződést. Kedvi csókolom, megjöttünk. Csókolom, Mici néni! Jól tetszik lenni? Köszönöm, jól. Nagyon jól. Psz, itt a virág. Mi volt ez? Az asztal. Jó, a székre is tessék vigyázni, rossz a lába. Hoztunk egy kis virágot a Mici néninek. Jaj! Köszönöm szépen. A virágot nagyon szeretem. Tedd abba a vázába. Abba 100 szár rózsát kaptam a Baba Rózsa 100. előadására. Majlát gróftól. Attól. Mi maga fiam erre ilyen élénken emlékszik? Az édesanyám mesélte. Magát is szépekkel traktálják otthon. Talán azt is elmesélte a kedves mama, hogy az a szerencsétlen Majlát öngyilkosságot kísérelt meg. Mert a Mici néni kikosarazta. Kikosarazta? Váltót hamisított. Hogy letehesse a kauciót, mert el akarta venni feleségül a Mici nénit. Ne tegye a vizes vázát a szekreterre.
Ja, a szekreter a galambosné lesz. Ha majd egyszer meghalok. Hát, szerencsénk van, aranyoskám. Ilyen szép lakáshoz, ilyen gyönyörű berendezéshez jutni manapság. Itt minden a Mici néniné. Csak amíg él, fiam. Csak amíg él. De hiszen úgy tudom, nincsen semmi baja. Semmi baja? Több orvosságot eszik, mint kenyeret. Hogy valami baja van, szegény? Nincs semmi baja. De lehet, fiam. Nagyon könnyen lehet. Mindenkinek lehet. De ebben a korban különösen. Elég egy kis szellő, aranyoskám, egy kis húzatalakásban, nem megfelelő táplálkozás. Ajaj. Nagyon törékeny az emberi élet, fiam. Hi, aztán már vége. Aztán itt marad a szép lakás, sok szép bútor. Tudjátok, ilyen mázlit meddig húzhatja az öregasszony? Mert ha az meghal, felír egy lottó főnyereménye a Katiéknak. Gyűjthetnek autóra? Persze nem szabadna az embereket ilyen kísértésnek kitenni. Ne neves, az ideggyógyász férjem szerint az emberek ilyen esetben nem tudatosan is rosszul cselekszenek. Például hidegben. Nyitva felejtik rá az ablakot. Jesszus, jön! Hallom, szerencsés csillag alatt születtél. Lakás, bútor, mi kell még? Az mind az öregasszonyé, aki szerencsére mag egészséges. Ez csak nem lehet probléma egy gyógyszervegyésznek. Egy kis szalonát. Köszönöm, Katikám. Én azelőtt csak üres kávét reggeliztem. Nem tudom, mi van velem mostanában. Ezek vették el az étvágyát. A legtöbbje már régen lejárt. Mi az? Mici néninek kanyarója van? Micsodám? Kanyaró. Bartoségtól kaptam. Na, semmi takarítás, Mici néni. Tessék szépen lefeküdni, délbe pedig megmelegíteni a töltött paprikát, jó? Az finom, hatra itthon lesztek? Itthon, itthon. Csókolom. Na nézzék, Riva tesztjének tőlünk kapta, amikor reumája volt. Kidobálják a gyógyszereit. Volt ott egy kis házi kolbászom, azt is belefőztem. Éppen azzal szeretem. Jaj. Jól kijönnek? Milyen az asszony? Én igazán csak jót mondhatok. Nekem nyugodtan megmondhatja, ha valami baj van. Milyen baj? Hát, maga tudja. Jó napot kívánok! Jó napot. Csókolom, Mici néni. Mit tetszik csinálni? Morzsákat szedegetek fel a szőnyegről. Miféle morzsákat? Egy kis kenyeret ettem. Olyan sokat kellett várni az üzletben. Biztosan megtetszett éhezni. Egy cseppet sem. Most ettem. Kenyér az nem vacsora. Tessék rendesen enni. Mondtam már, hogy nem bír többet enni vacsorázatnak. De hát neki hoztam. Mit hozott nekem, Lacka? Csókolom, ez a comba a Mici néniét, tessék csak megszagolni. Mici néni prágai sonkát evett, és nagyon illett neki. Ugye milyen finom volt, Mici néni? Igen, finom volt, könnyű kis sonka, nagyon könnyű. No, akkor arra még igazán ráfér egy kis csibike. Na jó, de csak egy falat. Igen. Még szerencse, doktor úr, kérem, hogy idejében észrevettem a dörömbölést. Fájdalmai vannak? Na lássuk csak, mi a baj? Alig ver a pulzusa. Szabad a pulzusát? Mutassa csak a nyelvét, művésznő. No. Hát igen, alapos gyomorrontás. Nem mérgezés? Lehet egy kis gyomormérgezés is. Na, majd rendbe hozzuk. Jaj, tessék már egy kicsit vigyázni. Jó, hiszen ez félig meddig már az enyém. Hogy a magáé? Örökség. Hát, művésznő, kérem. Szint kettő polyákné. Bokorkartásnő? Hogy menjen haza?
Értem. Orvos látta már? Hallatlan. Igen, kérem, küldöm. Kérem, kérem. Légy szíves, azonnal menj haza. Mici nénitek nagyon rosszul van. Te, mi történt? Na, ez jól fog esni a Mici néninek. Már egészen jól vagyok. Tudtam én, hogy meg fog ártani az a vacsora. De amikor olyan jó ízűen ette. Persze, hogy jó ízűen ette. De Sonkára nem szoktak sülcsirkét enni. Ez kész gyomorrontás. És ha a sonka nem volt friss? Mici néni, milyen volt a sonka? Nagyon finom volt, Katikám. Mici néni, milyen volt a csirke? Finom volt, Lacikám. Persze, hogy finom volt, de nem sonkára. Legközelebb majd lecsóval vacsoráztatod meg a Mici nénit. Halló? Művésznő? Én vagyok. Megismertem a hallóját. Én vagyok. Gál Alfréd. Ma szabadnapos vagyok. Gondoltam, megkocsikáztathatnám a művésznőt. Már 30 éve nem kocsikáztatta. Már ideje lenne. Ugyan. Maga csak bókol. Nem, nem lehet. Ugyanis a gyerekek nem sokára jönnek. Vagyis a vendégeim, csak én gyerekeknek hívom őket. Vendégek? Hát a vendégeknek olyan mindegy. Jöjjenek máskor. Hát, ami azt illeti, le is mondhatom. Nagyon régi jó barátaim. Nem, ne jöjjön fel. Inkább lemegyek én, jó? Majd lesem az ablakból a kocsit, és ha megállt a kapu előtt, akkor lejövök. Jó, megyek. Már ott is vagyok. Olyan piros az arca, csak nem tetszik lázasnak lenni. Jaj, de azt hiszem, igen, megyek az STK-ba. Oh, pardon. Harminc évvel ezelőtt türelmesebb volt. Akkor még volt idő, de nem volt tudat. Na nézzék! Hát nem pontosan úgy tetszett most nevetni, mint annak idején. Gondoltam is, hogy no, egyszer csak visszafordulok, és megmondom, kérem, hogy ilyen jó ízű nevetése egyik művésznőnek sincs, kérem. Na és miért nem fordult hátra? Mert sohasem egyedül tetszett nevet kérni. Bár csak a bolond nevet magám. Most se forduljon hátra, mert neki megyünk valaminek. Inkább odaülök maga mellé. Most valaki látná, hogy itt ülök maga mellett. Ez most előkelő. Tudja, én nagyon ritkán járok az utcára. Hol vagyunk most? Szabadsághegyen. Jaj, de szép! Ez azelőtt is meg volt? Hát fiák erre, nem igen lehetett feljönni, de az autó az más. Ez volt a nugrik. Ki fogja ezt kifizetni? Ha megengedi a művésznél, majd én.
Jaj, maga nagyon gavallik. Ja, én annyit kaptam annak idején a művésznő hódolóitól, hogy most én is adhatok valamit. Ne mondja nekem azt, hogy művésznő. Mondja csak azt, hogy Mici. Mondható. Siess már. Nem bírom az iramot, Lacikám. Biztosan nem vacsorázott meg, és lefeküdt anélkül. Hát, csak siessenek. Most jött haza az orvostól. Elment? El. Évek óta nem tette ki a lábát. És haza jött már? Haza. Taxival. A sofőr meg támogatta. Nincs láza. Hál' Istennek. Igaz. Miért tetszett taxival menni? Tudjátok, úgy elszoktam a járástól, és féltem, hogy elkések. Látod, nem lett volna szabad ilyen sokáig magára hagyni. Dehogy nem. Az orvos mondta, hogy járjak sétálni, legyek sokat a levegőn, és néha menjek el, megnézetni magam. De igazán nincs semmi komoly bajom. Hát persze. Na, most szépen beveszük a ma esti altatót, és kialusszuk holnapra az összes izgalmakat. Úgy. Tetszik keresni? Hangai Mici művésznőt keressük. Én vagyok, tesi. A tanácstól vagyunk. A tanácstól? A levélet tetszettek jönni? Szóval ön írta a levelet? Igen, én. Ne tessék haragudni, de igazán nem várhatom meg, amíg teljesen beázik a mennyezet. Fontosabb dologról van szó. Tessék! Tessék helyet foglalni. Parancsoljanak. Hogy érzi magát, művésznő? Köszönöm, jól. Tőlünk igazán nem kell félnie a művésznőnek. Miért félnék? Mit tetszett ma ebédelni? Fasírtot, kelkáposztával. Elég volt? Hogyne, még vacsorára is vére tettem belőle. Mikor bántalmazták utoljára? Jó, hogy tetszik kérdezni. Pálfalvi Ilka, egy esernyővel. Szóval esernyővel. És igen. Mi okból? Rám fogta, hogy kikezdtem a szeretőjével, azzal a 40 éves troplival. Ez mikor történt? Pontosan meg tudom mondani. 1920. szeptember 15-én, akkor nyitott a színház, onnan tudom. Én mindjárt megtettem a feljelentést, de hogy ilyen sokáig fektették. Ön ugyebár egy fiatal házaspár gondozza. Igen, nagyon édes, aranyos emberek. Hát akkor mi most búcsúzunk, művésznő. És ha mégis úgy adódna, hogy veszély fenyegeti a biztonságát, vagy ha úgy érzi, hogy szüksége van társadalmunk oltalmára, kérem, forduljon hozzánk bizalommal. Na és a beázott mennyezet? Az a házkezelőségre tartozik. Mici néni cigarettázott az ágyban, mikor eljöttünk. Miért ne cigarettázott volna? És nem gondolod, hogy az égő cigarettától kigyulladhat az ágya? Már miért gyulladna ki? Ha nyugtalan vagyok. Biztos megint felizgattak a laborba. Igen, Bolyákné. Tudod, akinek a férje idegorvos? Azt mondta, hogy mi akaratlanul is árthatunk neki. Mi nekünk érdekünk, hogy ő... Mindenki ránk figyel. Lacikám, én hazamegyek. Nincs nyugtom, te csak maradj itt.
A hátsó ülésen? És nem fogok én onnan leesni? Tényleg már versenyzett is? És mondja, mit vesz fel az ember egy ilyen motorbiciklihez? Értem. Igen, holnap ráérek. Délelőtt legjobb, ha feljön, értem. És hogyha a házban érdeklődnek, mondja azt, hogy maga orvos. Tudja, ez egy olyan pletykás ház. Mit? Szerelőtáskával? Kitűnő. Olyan lesz, mint egy professzor. Remek ötlet, ott még úgysem voltam. Fáncsikám, szervusz, Fáncsikám. Várlak, csókollak, Fáncsikám. Mi az, Katikám, már vége van a mozinak? Még nem tetszett lefeküdni, Mici néni. Éppen most akartam, de Fáncsi felhívott. Az is jobban tenni, hogyha aludni hagynám, Mici nénit. Már megint milyen sokat tetszik cigarettázni. Tudod, egy kicsit nyugtalan vagyok ma. Betetszett venni az altatót? Azt Lacika szokta beadni. Laci még ott maradt. Nekem már nem volt nyugtom, de most már igazán tessék aludni, Mici néni. Jó éjszakát. Szervusz, szívem. A Danuvia szerszámgépgyárban te vagy az, Lacika? Még nem tetszik aludni? Nem tudok. Ja, persze az altató. Ettől majd megtetszik nyugodni. Jó éjszakát. De jó, hogy hazajöttél. Nem volt nyugtom. Valami bánt. Képzeld, már kétszer is megszédültem. Úgy látszik, most kezd rosszalkodni a kölyök. Bántja az önérzetét, mert eltitkoljuk. Holnap megmondjuk, jó? Jó szívem. Én vállalom. Oda készítettem a reggelit az asztalára, és hagytam egy cédulát, hogyha felébredt, hívjon fel telefonon. Én is benéztem hozzá. Nem akartam fölkelni. Későn aludt el. Nem baj, legalább kipihenni magát. Hangai művésznőt keresi a kolléga úr? Igen. Ő hivatta? Persze. Nem nyit ajtót? Nem. Ha megengedi. Tess. Ha,
Pardon. A kolléga úr régebben kezeli? Nem kérem, csak mostanában. Van egy kis hipertóniája. Ó, az van neki. De hát ez nem betegség. Nem is kérem. Az ulkusza már rendbe jött? Kié? Hát a művésznőjé. Jó, az rendben, rendben van. Be kellene szólni a házfelügyelőnek. Mégis furcsa, hogy orvost hivat és nem nyit ajtót. Nekem most el kell mennem. Sok betegem van még. Dr. Kálmán. Nagyon örülök. Halló, szint kettő Polyákni. Igen, itt van. Hogy nem tudják felébreszteni? Hallatlan. Próbálják felrázni. Igen, szólok neki. Kérem. A Mici nénit nem tudják felébreszteni. Úgy alszik, mintha megmérgezték volna. Ki telefonálta ezt? A házmesterné. Arra kér, hogy most siess haza. Jó reggelt! Jó reggelt, doktor úr! Hány óra? Hajnali 12. Szent Isten, olyan késő! Alfred, mi történt? Talán valamivel több altatót tetszett bevenni. Az altatót Lacika adja be. Az altatót? Azt tegnap este én adtam be. Pontosan 10 cseppet. Én is beadtam. Szegény, drága, jó művésznő! Mégis csak meg kéne látogatni ezt a szerencsétlen Micit. Maga kereste magának? Itt békében élhetett volna. Ott meg azt sincs, aki ápolja. Na, ugye nem haragszik? Biztosan magával is előfordult már, hogy ennyire elaludt. Szép is lenne. Nekem szolgálatom van. Nézze, én úgy megszoktam a színpadon ezt a bolondos életet. Későn feküdni, későn kelni. Egy férfi kalap lógott a fogason. Igen, a Lacikáé. Gyereke van. Dehogy. A társbérlő. Magánál egy férfi lakik? Igen. A feleségével. Ennyi. Ezt eddig nem is mondta nekem. Nem sokára lakást kapnak. Nagyon szeretnek engem. És ha megmondom nekik, hogy most már nekem kell a lakás. És most már kell magának a lakás. Micike. Hol mászkálod már megint? Biztosan a barátnőit ment látogatni. Igazán, Lacikám, önzők vagyunk. Az étel meg az orvoság még nem minden. Az ő helyébe én is halálra unnám magam, és színész otthonba mászkálnék. Értem, mire célzol. Holnap este tehát nem megyünk színházba. Az egyetlen szabad vasárnap. Dehogy célzok, Lacikám. Holnap délelőtt el kellene vinni valahova a Mici nénit. Ugye milyen szép itt, Mici néni? Igen, gyönyörű. Kell egy kis levegő a Mici néninek. Igen. Nem ülhet mindig otthon. Lacikám, ne húzd olyan erősen. Ez gyors lesz a Mici néninek. Mi van, Szakikám? Még mindig nem keresték. Nem való már nekünk a nő, Szakikám. A mi korunkban a legbeszedelmesebb dolog beleesni egy ilyen fiatalba. Így facsarják ki az ember. Na. Maradjon csak. Hello.
Igen, én vagyok. Mi van magával, Micike? Értem. Csónakázott. Értem. Nem? Átadhatom a szolgálatot, szóval ma este. Elmehetnénk valami jó zenés helyre. Ma nyílt meg a tó vendéglő, megnézhetnénk. De én nem tudok táncolni. Persze, maga megtanít. Hogy nem, maga táncos nő. Szóval ma este 8-kor a szokott helyen. Meddig tart a színház, Katikám? Hát a Hamletet adják, de a harmadik felvonás után hazajöhetek, Mici néni. Jaj, dehogy! Sőt, menjetek el vacsorázni. Jaj, de édes tetszik lenni, de ezt nem tehetjük a Mici nénivel. Úgyis olyan sokat van egyedül. De csak menjetek nyugodtan, én örülök, ha szórakoztok. Na most szépen, lefekszik a Mici néni. Miért kell nekem már lefeküdni? Tetszik tudni, hogy nincs nyugtunk elmenni, amíg nem fekszik le. Na, most bevesszük az altatót. Az altatót ilyen korán? Hát persze. Úgyis csak egy óra múlva kezd hatni. De én nem akarok aludni, én egészen élénk vagyok. Hát biztosan felizgatta a csónakázás. Nem baj, ettől majd megtetszik nyugodni. Nem akarok megnyugodni. Én olvasni akarok. Á. No. Mici néni nem gyerek. Aludni akar, majd beveszi. Persze. Menjetek, mert elkéstek. Kedves csókolom. Csókolom, Mici néni. Olyan ingerült vagy velem, és a Mici nénivel is úgy beszélsz, hogy az tűrhetetlen. Mindig kihozza az embert a sodrából. Nem is olyan beteg, mint amilyenek hiszi magát. De furcsa vagy. Talán jobb szeretnéd, ha betegebb lenne. Meg vagy őrülve. Ne menjünk a Hamlethez. Ott mindenki meghal. Gyávák vagyunk. Gyávák. Holnap megmondjuk a gyereket. És nem megyünk a Hamlethez. Inkább elmegyünk inni valamit, jó? És táncolunk. Olyan régen táncoltam. Óbudán nyílt egy új vendéglő. Azt mondják, kitűnő. Gyere, szálljunk le. Okos kisasszony vagy. Látod, éppen ez kell nekünk. Nem a dán királyfi töprengése, hogy lenni vagy nem lenni. Te buta nagyfiú, gyere le és viselkedj okosabban, mert nem engednek be. Inkább te viselkedj butából, a te ötleted volt. Csókolom, jó estét kívánok, tessék parancsolni. Előételt eszik? Miért ne? Valami franciásat. Francia, rákot, csigát, homárt, békát, vagy valamilyen gombát? Gombát, és peskőt kérünk. Mi lenne, ha pertut innánk? Akkor tegeződnénk. Szervusz, Alfred. Szervusz, Micike. Egészségedre, csillagom. Meg a kicsi egészségére. Lacikám, elzártatok ezt a konyhában? Te főztél teát a Mici néninek. Én nem emlékszem rá, hogy elzártam volna. Akkor égve maradt. Ma este nincs Mici néni. Ma este nincs Mici néni. Csak Kati van, meg Laci van. Csak Kati van, meg Laci van. Kati, Laci, Kati, Kati, Laci, Laci, Kati, Kati, Laci. Hát maga ezt ismeri? Ez az, én is ismerem. Ebben a darabban láttalak először, Micike. Jaj.
Jaj, de jól csináltad. Második sor erkélybal. Hányszor énekeltél? Énekeltél most is, hogy van? Ugye, hogy van neki? No, milyen van neki? Szeszi haja van a fején. Ugye, hogy van neki? Na, ki-e van neki? Senki-e sincs neki, csak én. A szeme kékökény, pipi-pipi-pipi-piros a rúzsa száján. Nem tudja már, aki, hogy pipi-pipi-pipi-pipi-piros a tomba vártán. Szervusz, picike! Szervusz, Albin! Jó, kidobossad! Nem fog megártani. Majd mérsékeljük. Szédültél a tánctól? Jaj, te! Én... Micu nénit láttam táncolni. Itt vannak a gyerekek. Jó van, édesfény, jó van. De nem röstel engem a művésznő. Az ördögött téged. Magamat. Megmertem volna esküdni, hogy a Mici néni. Csak mintha sokkal fiatalabb lett volna. Lehet, hogy mégis nyitva hagytuk a gáz. És ha nyitva hagytuk volna. Gondolod, hogy itt kísért a tóvendéglőben, és táncol? Nem tudom. Nem tudják? Nem, de holnap megmondom neki. Holnap megmondjuk a gyereket. És nincs többé lelkiismereti vízió. Menjünk haza, édes. Jó. Nagyon rosszul vagyok. Gyere. Főúr! Előbb kell haza érnünk, mint ők. Jó, fizetek. Annyi baj legyen, a rárónak meg se kutyan egy taxi. Nem lesz baj? Ne félj semmit, nem lesz itt semmi baj. Hagyd le őket, Alfred! Csak azt nem mondta, hogy azon is a Mici néni ült. Én, mint ahogy láttam volna, hogy ő volt. De mondd, lehet, hogy ez is a terhességtől van. Biztosan attól. Nem baj, majd otthon megnyugszol. Nincs gázszag.
különben sem énekelt. Hallottam, hogy énekel. Jó, jó, biztosan álmában énekelt valamit, valami régi szerepéből. Nem régi, azt a dalamot énekelt, amelyikre az este táncoltunk. Te a bűn és bűnhődést olvasod. Igen. Azt, amelyben Raskolnikov megöli az öreg asszonyt. Jól tette. Úristen! Megölöm a polyáknét. De most előbb, hagyjál aludni. Holnap megmondjuk a gyereket. Gyerekek, gyertek csak! Beszélni szeretnék veletek. Üljetek le! Mit gondoltok, gyerekek? Négyen. Nem leszünk itt egy kicsit szűken? Négyen? Az életnek nem lehet parancsolni, gyerekek. Úgy is van. De mit szól majd ez az a szigorú ügyvéd, és általában az emberek? Fütyülök rá. Nagyon fogja magát szeretni. Mint a nagymamáját. Mi? A Laci úgy gondolja, hogy ha mi a gyerekei vagyunk, akkor a mi gyerekünk éppen olyan lesz, mint egy unoka. Hmm. A ti gyereketek? Hmm? Gyereketek lesz? És mikorra várjátok? Körülbelül 6 hónap múlva. Majd megtetszik látni, milyen jól meglesünk itt mi négyen. Na és ha 5-en leszünk? 5-en? Tudjátok? Mit mi gondolja, hogyha ikrek lesznek? Hogy van a mi kedves betegünk? Hát, egy kis baj van, doktor úr. Ó, arra itt a gyógyszer. Tessék. Ó, pardon. Azt hiszem, így szoktak leányt kérni, nem? Tessék. Köszönöm szépen. Na, mi a baj? Még nem mondtam meg a szüleimnek. Nem mondtad meg? Ugyanis ők mondták meg nekem, hogy gyerekük lesz. Gyerekük lesz? Ja, na. Ki lehet az? Fáncsiék, tüntesd el a világot gyorsan. Mondd nekik azt, hogy te vagy az orvosom, jó? Érted? Egészségére. Egészségére. Milyen kellemes környe van, Rózsa? Nem, szegfű. Én nem tudom, de valahonnan olyan nagyon ismerős maga nekem. Talán az SZTK-ból. Én nem, sokkal régebbről. Magyar, nem lehet az, hogy kicsi koromban kezelt engem? Akkor még ő is kicsi volt, drágám. Akkor én most elbúcsúzom. Igen, igen, megyünk mi is. Jól is van. Gyertek el máskor is. Természetesen. Ígyunk még. Isten, ilyen érzem magam. Kétkor telefonálok. Jöjjön, doktor úr. No, jöjjön már.
Merre megy, mondja? Magára vár a taxi? Igen. De hol a sofőr? Nem tudom, hova tűhetett. Ó, hát talán bement ide az óráját megcsináltatni, nem? Hát hol lehet ez az ember? Juliska, nézd csak be oda. Doktor úr! De most hova lett a doktor? Hát csak nem ment vissza a Micihez. Latikám, be kell menni, mert elfogyott a rózsam és a kölnim. De hiszen most vettem nem régen, a születésnapodra. Tényleg. Mondd, nem te használod az én kölnimet? De, a rózsodat is. Hát akkor mitől fogyott el? Attól, hogy a Mici néni lopkodja. Latikám, de tényleg gyűlölöd azt a szegény öregasszonyt. Igaza van Polyák nénak. A Polyák nénak? Megőrültél. Még nem. De ha ez a Polyák néni nem hagyja abba, én beszélek a férjével. Laci! Szép utca 10. Így felizgattad magad, szívecském. Laci olyan furcsa volt, olyan indulatos. Hiába kiabáltam utána. Ne izgass magad, Katikám. Tudod, a te állapotodban. Olyan rosszul vagyok. Ki kellene hívni az orvosomat. Ott van a telefonszáma a noteszomban. Szóval az ön kedves felesége egy mambózó hölgyben idős gondozottjukat vélte felfedezni. Igen. Aztán pedig egy száguldó motorkerékpáron ugyanezt az éltes személyt vélte fölismerni. Igen, a Mici nénit. Igen. A kedves felesége milyen családból származik? Középparaszt. Nem így értettem, kérem. Van-e a családban elmebaj, vérbaj, alkoholizmus? Doktor úr, kérem. Kérem, ez rendkívül fontos. Az érzékek csalódásának, a halucinációnak olyan jelenségeivel állunk szemben... És nem hitte el, hogy tüsszentett. Ki tüsszentett? A Mici néni. Igen. A kedves felesége ugyebár állapotos? Igen. A terhesség ilyesfajta túlérzékenységgel jár. Én csak nem vagyok terhes. Na nem. Persze, hogy nem. Akkor miért láttam, hogy a sofőr, aki idehozott, az én kalapomat viselte? A sofőr? A kalapját? Igen. És egy orvosi táska is volt mellette. A sofőr mellett. És szegfű illat árad belőle. A sofőrből. Nem, kérem, a táskából. Én azt tanácsolom, kérem, hogy minél előbb. Minél csak teheti, keresem fel a klinikámon. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Tessék megfogni. Köszönöm, már jobban is vagyok. Minden a legnagyobb rendben van. Felizgatta magát egy kicsit, ennyi az egész. Mamának sem kell mindjárt kétségbe esni. A fájdalom nélküli szülés nagymamákra is érvényes. Igen. Kezdj sokkalom. Elment tőle az egyik orvos. Nem telik bele egy fél óra, jött a másik. Egy fiatal. Taxival. Az még most is fenn van nála. Kérem, mióta én itt házmester vagyok, ebben a házban nem halt meg senki. Szólok megint az uramnak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kedves doktor úr! Tessék! Mi mindannyian úgy szeretjük ezt a szegény asszonyt. Az egész ház. Nagyon kedves maguktól. Doktor úr!
Doktor úr, én tudom, hogy van orvosi titkolódzás. Csak annyit tessék mondani, hogy mennyi ideje van még hátra. Körülbelül 6 hónap. 6 hónap. Doktor úr, és nem lehet valahogy segíteni? Segíteni? Hiszen a fiatalok alig várják. Engedje csak be, fiatal ember! Lajos, ne maradj le! Hol a művésznő? Nincs itthon. Az orvos azt mondta, hogy alig várják, hogy elpusztuljon. Ostoba rágalom! Miféle orvos? A fiatalabbik. Tudtommal nem jár ide sem fiatal, sem öreg. Szóval akkor titokba kellett hozzá orvos hívni, mert az orvossal mi is találkoztunk, igaz, Juliska? Találkoztunk. A lényeg az, hogy 7 óra elmúlt, és a művésznő nincs sehol. Szabad a telefon? Kérem. Köszönöm szépen. Halló? Rendőrség? Itt dr. Rehák Lajos ügyvéd beszél. Szent Isten, 7 óra. A gyerekek oda lesznek. Azt mondtam, hogy az STK-ba megyek. Rákapcsolok a Ráraóra, még világosban otthon leszünk. Gyerek. Lehet, hogy a különös körülményekre való tekintettel ki fognak jönni a nyomozók. Milyen különös körülmények? Minket sokkal jobban aggaszt ez a dolog, mint magukat. Ne izgass magad, drágám. Gondolj az állapotodra. Állapotára? Szóval mégis gyerek lesz. Igenis. Lesz. De a Micus előtt eltitkolták. És amíg van, nem lehetett tovább titkolni? Nem titkoltuk. Megmondtuk. Kinek kérem? A Mici néninek. Ő szegény már nem tud tanúskodni. Drága jó művésznő. Látod, Micike, ilyet még sose csinált a Ráró. Maguk reggel együtt mentek el a művésznővel. Mondtam már, hogy Mici néni az STK-ba ment. Mindig oda jár. Én érdeklődtem az STK-ba, és megtudtam, hogy ilyen nevű betegük egyáltalában nincs is. Látod, Micike, egy igazi lóval ez nem fordulhat elő. Egyszer meg lecsút hoztam neki. Hát kérem, annak úgy esett neki. Pedig hogy utált a szegénykém? Hát, ha nem kapott szegény mást. Hogy tetszik ezt érteni? Ahogy mondtam. Fiacskám, nincs szalámi a kamrában. Akkor hozzád a fiacskám sajtot vagy májkonzervet. Sajt sincs, konzerv sincs. Eltűnt. Nincs ezeknél semmi. Itt csak éhen lehet halni. Drága jó művésznő! Ugye jó, hogy mégis hoztam egy kis ennivalót. Hát, erre nem számítottam. Ezzel nem sokra megyek ebben a sötétben. Mondd, Micikém, aludtál te már szénabogjában? Ez az? Ez az. Jaj, de vicces. Kati nagyon fog izgulni. Majd megnyugszi. Hát gyerekkel nehezen találnak más lakást. Mond, egy ilyen gyerek sokat ordít. Ha elkényeztetik? Ha elkényeztessék el. Mond, Micike, mire gondolsz most? Hol úszik a kalap? Ez a maguk szobája? Igen. Bemehetünk? Jöjjön csak ide. Ezek a maga ruhái? Igen. Maga fehér kabátban szokott motorozni. Én nem szoktam motorozni. És ez a kabát még nem is volt rajtam. Ez a szekrényben lett ilyen sáros és olajos? Nem értem. Kérem, egy nő, aki motorozik, az mindenre képes. Mindenre? Benzintyúk.
Igen, én? Kifogták? Küldjék fel azonnal. Drága jó művésznő! Jó reggelt! Elakadtunk, gazduram! Az látszik. Jó reggelt! Mondja, öreg, hol találok itt egy javító műhelyt, ahol szerelő is van? Legfeljebb a traktorállomáson, de azon vagy 3 kilométer. Nézd, öreg, amíg maga megreggelizik, adja kölcsön a kocsiját, hogy kihozzam a szerelőt. Maga akar hajtani? A gyeplősár nem bicikli kormány. Ahhoz érze is kell. Bízza csak rám. Jöjjön, bicike. Jelentem a paksi lelet. Na, ez gyorsan ment. Padulából fogták ki? Igen, onnan. Köszönöm, végeztem. Csöpög! Szent Isten! Ismerik ezt? A kalapja! Ez volt a fején. Ez volt rajta, amikor elment? Igen, ez. Hol fogták ki, kérem? Paksnál. Paksnál? Drága jó művésznő! Mindig mondtam, jöjjön be az otthonba. Ne kezdjen idegenekkel. Mindig olyan makacs voltál. Olyan makacs. Zongorát nekem ígérte. A kis vitrint meg nekem. Ha meghalok. Mici néni. Mici néni, drága. Micus. Művésznő, drága. Képzeljétek, defektet kaptunk. Defektet. Bedugult, kérem, a kipufogónk. Doktor urak, kipufogójuk. Bocsánat, a vőlegényem. Gál Alfred, egybe kelünk, kérem. A kalapom. Frédi, megvan a kalapom. Köszönöm. Vigyázz, fotó. Sok boldogságot. Köszönjük. Jól van, gyerek. Ma és mit szeretne, fiút vagy lány? Ikre. Gyerekem, én mindig tudtam. Jól van, gyerek, jól van. Nem vagy szabad. Mire gondolsz, micike? Eladhatnánk a motort. A rárót? Soha. Vehetnénk egy Trabantot. A Trabant, az nem autó. Megtanítasz vezetni, ugye? Most legalább otthon fog ülni. Majd vigyázz a kicsire, ha elmegyünk otthonra. Ketten vigyáznak rá. Csak el ne kényeztessék. Ahogy én elnézem ezt az állorvost, ennek már büdös lesz a motorbicikli. Figyelje meg, hogy autót fog vásárolni. Autót?
Ugyan miből? 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 Hát az én vitrinemből, meg a maga zongorájából. Hát mit szólsz ehhez, Juliska? Mondtam, hogy ne menjünk be az otthonba. Nem is doktor, sofőr. Nekem tetszett? Nem, kérem, nem. Csak beszélgetünk úgy, hogy egy sofőr végeredményében milyen keveset lehet a családjával. Maga persze nős. Sajnos kell csókolom, özvegy. Már 20 éve.